Remek hangulatban tölthette estjét, aki csütörtökön ott volt a Sósúti grófi pincében a Batyus nótaesten, ahol a talpalávalót Szőcs Lőrinc és népi zenekara biztosította, s hogy mi is volt ez? Hallgassuk meg Béres Csaba polgármestert. A Magyar Kultúra napi rendezvény sorozatot megpróbáljuk érdekesebbé tenni. Ugye 10 éve lesz, és most már van az idén, hogy elindítottuk ezt a bár folyamatot. És jól emlékszem, már 5. esztendeje van az, hogy egy ilyen kocsma színházat próbálunk a maga pici neves egyszerűségébe vezetni Székelyhídon, és azt gondolom, hogy ez is egy kulturális színfoltja, talán az Érmelléknek, mert nem hallottam másodt ilyet. És hát igazából, ha az ember nyitott szemmel jár a világba, akkor láthatja meg, rájöhet arra, hogy van egy csomó olyan dolog, amit adottál lehet a kis saját millióihez. Így fogant meg az idén az ötlet, illetve a tavaly decemberben, hogy szervezzünk egy pince nótázási este. És igazából, mivel mi a szervezők helyszínt kellett biztosítsuk is a zenészeket, akik hegedűből, brácsából és harmonikából állnak, akik kijönnek és jó magyar nótákat pincébe, jó magyar ételek mellett, finom székelyi divorok mellett eszünk, iszunk és nótázunk. És igazából ez rájövök, hogy erre is van igény. Most ha bemegyünk, szétnézünk, körülbelül 60-an vannak bent, vannak fiatalok is, a legidősebb 70 év környékén van, a legfiatalabb szerintem 16 éves, és hála jó Istennek mindenki mulat. És ami nagyon fontos, amit ki szeretnék emelni, hogy a grófi pincébe vagyunk, ugye a Stubenberg kastélyhoz tartozott 2 pince és egy alagútrendszer, na a 2 pincéből az egyik pincébe vagyunk, ez egy úgynevezett barokk pince, a kommunizmus idején a 2. matpincének hívták ezt a pincét, aminek olyan paraméterei vannak maga a pincének, hogy 37 méter hosszú és 12,5 méter széles, gyakorlatilag úgynevezett barokk pince, úgy készítették, hogy megépítették, tehát nem beépítették, nem lyukat fúrtak, hanem egy hatalmas felületen egy óriási gödröt ástak, megépítették a pincét és telehorták a tetejét földdel. Ez a pince kapcsolatban áll a kastély alatt lévő alagútrendszerrel, a vége, van egy oldalága, annak a vége el van falazva, úgyhogy most jelen pillanatban természetesen zárt, de azt gondolom, hogy sok kulturális potenciált rejt maga mögött, mert ez egy szép. Ezt mindenkinek látni kell.